A fejem. Micsoda szégyen! Meg akartál lepni minket a projektjeiddel, megcsináltad! Nézd, mit csináltál! Soha többé nem tesszük be a lábunkat a kampuszodra! Vigyétek el! Jó Isten! Amina, lesz ma edzés! Persze, hogy lesz! Ez az! Szóval... Sziasztok, lányok! Szia, te vagy az új lány! Miért nyúlsz Mandy cuccaihoz? Ha meglátja, bajban leszel! Srácok, én vagyok az új igazgató! Új igazgató? Igen, új adminisztrátor. A nevem Simona. Hova ment Mandy? Mandy már nem fog az egyetemen tanulni. Mostantól én leszek a felelős a fegyelemért, és segítek nektek. Ó, egyébként... Tessék, ezeket nektek hoztam. Welcome, cukorka! Hű, Amina, az új igazgató olyan kedves, hogy cukorkát adott nekünk. Igen, Mandyt sosem látnád ilyet csinálni. Köszönjük, Simona adminisztrátor, üdvözöljük az egyetemen. Szép napot, lányok! Honka, miért ülsz itt? Ez nem a te helyed. Most már igen. Kemél, ő egy stréber, minden stréber az első asztalban ül. Zomadag, csináljuk újra? Ha győzni akarsz, akkor nem fogod megkapni. Mert mi annyira menők vagyunk. És győzni fogunk mindenben. Hé, srácok! Van néhány nagyszerű hírem számotokra. Mától új adminisztrátor van az egyetemen. Ha? Simona, gyere be! Mindenkinek, a nevem Simona, és biztos vagyok benne, hogy mi mindannyian barátok leszünk. Tim tanár úr, megkérdezhetem, hol van a régi adminisztrátorunk, Mandy? Mandy nem lesz többi adminisztrátor. Nem végezte jól a munkáját, sajnos. Kemél, ez lett a legjobb napod az egyetemen, soha többé nem látod Mandyt. Aha, azt mondom, ünnepeljünk egy hatalmas pizzával és egy hideg kólával, én fizetek. Hé, Dylan, az új lány csinos. Azt hiszem, elhívom randira. Nyugodj meg, Bubble, nem fogsz egy csalt se fölszedni az egyetemen. Te sem. Srácok, ígérem, mostantól más lesz a helyzet az egyetemen. Én leszek a legjobb adminisztrátor. Gabi? Össze kéne barátkoznunk vele, és akkor mi leszünk a főnökök az egyetemen. Remek ötlet, legjobb barátnőm. Tim tanár úr, meséljen a gyerekeknek a meglepetésünkről. Á, igen, Simonával kitaláltuk, hogy lesz egy tudományos verseny az egyetemen. Micsoda! Hogy? Ó, ez nem gond. Az előző iskolánkban Tim tanár úr és én minden évben megrendeztük, és minden diák imádta. Igaz, Tim tanár úr? Igen. Tim tanár úr, ha ennyire szereti a versenyeket, miért nem megy vissza a régi iskolájába és rendezi meg ott? Mi nem veszünk részt benne. Mi vagyunk a menősrácok, és a tudományos hülyeségei unalmasak. Ó, hagyd abba a nyafogást, mindenki unja vúda. Ez nem nyafogás, ez szlogen. Én nem bánom ezt a versenyt, szuper jó. Csapatokra fogunk osztódni, és minden csapatnak egy tudományos projektet kell készítenie, majd megmutatni a zsűrinek. Zsűri? Igen, ők igazi tudósok. Igen, unalmas, nagyon unalmas. Nem érdekel, mert még nem mondtam el a legfontosabbat. A győztes $1 millió fog kapni. $1 millió? Kizárt dolog! Igen, jól hallottátok. $1 millió. Ebből a pénzből felépíthetünk egy menhelyet, és megmenthetünk minden hajléktalan állatot, lányok, mindenképpen nyernünk kell! Aha! Tim tanár úr, mondtam, hogy tetszeni fog nekik az ötletünk. 4. 1, 2, 3, 4. Puzzle, te jössz? Aha, úgy is megverlek. Srácok, a rendelés! Kóla, ahogy rendeltétek! Ó, 5! 1, 2, 3, 4, 5! Srácok, a rendelés! Bubble, húzz el, ne szakíts félbe a játékot! 1, 2. Puzzle, tudtad, hogy a naprendszer legkisebb bolygója a Merkur? És hogy a legnagyobb pedig nem más, mint a Jupiter? Ó, ne már ember! Az űr annyira király! Megtudtam, hogy 24 óránként kb. 200 000 meteorit hull a Földre! Olyan okosak vagytok, olyan sokat tudtok az űrről!
Bubble, tűnés innen! Megmondtam már! Puzzle, de ezt hogy csináljuk, hogyha nekünk most nincs űrhajónk? Ó, igen, persze! Bubble, te még mindig itt vagy? Ne aggódj, Camille, már elintéztem! Ez az űrrakétánk modellje! Hűha! Tűnj innen, Bubble! Bubble, mit csinálsz itt egyáltalán? Dolgozol? Menj, szállíts ki a rendeléseidet! Hogy békén! Most nincs időm rendelésekre! A srácok és én egy űrhajót fogunk építeni, az űrbe megyek! Ha nem akarsz dolgozni, csak mondd meg! Kirúgunk és Goofy átveszi a helyedet, mint kézbesítő! Gyerünk, srácok! Építsünk egy rakétát! Aha, de veled nem építünk rakétát! Menjetek és szállítsatok inkább! Akkor elviszem a kóládat! Lányok, hamarosan jönnek a pompomlány egyenruhák, ugye? Amina azt mondta, hogy már csak egy kis idő van hátra. Alig várom, hogy végig sétálhassak az egyetemen a fantasztikus egyenruháinkban. Az összes lány biztosan irigykedni fog. Különösen Ponka, aki arról álmodik, hogy pompomlány lesz. Sziasztok, lányok! Szia, Amina! Amina, készen vannak már az egyenruhák? Nem, az egyenruhák még nem érkeztek meg, és ma nem is kell, mert az edzés elmarad. Elmarad. Elfelejtettétek, lányok, egy tudományos versenyen veszünk részt. Egy projektet kell csinálnunk, $1 millió díj. Így van, ha nyerünk, kapunk 1 milliót. Már azt is tudom, mire fogom költeni a részemet. Nyitok egy szépségszalont rózsaszínt, hogy a város összes lánya hozzám jöjjön sminkelni és stylingolni. Én veszek egy csomó pompomot, hogy mindig legyen nálunk arra az esetre, ha megint elfelejteném elhozni őket az edzésre. Én pedig veszek magamnak egy tükröt, ami megmondja, hogy mit vegyek fel a kampuszra. Molly, még Elon Musknak sincs ilyen tükre, miről beszélsz? Molly, ki az az Elon Musk? Te tényleg hülye vagy? Csak azt nem tudom, hogy ki az az Elon Musk. Lányok, mi lenne, ha tényleg csinálnánk egy ilyen tükröt, és megmutatnánk a zsűrinek? Ez egy tudományos projekt. Amina, de hogyan? Van egy ötletem. Steph, menj fel a Wikipédiára, és keresd meg, ki az Elon Musk, és mindent meg fogsz érteni. Oké. Gabi, jól nézel ki ma. Köszönöm, Doug. Srácok, már mindenki a tudományos projektjét készíti, és mi még egyet sem találtunk ki. Lia és én pedig már mindent kitaláltunk, a projektünk készen áll. Nem veszünk részt. A tudomány a lúzereknek való, mi pedig kosárlabdázók vagyunk, és csak kosárlabdára kell gondolnunk. Srácok, miért? Ha kitaláltok valami érdekeset, és a projekteteket kiválasztják a tudósok, $1 millió kaptok. Értitek? Az első milliónkat akkor fogjuk majd megkeresni, ha kosárlabda világbajnokok leszünk. Én a helyedben elgondolkodnék ezen, nincs olyan, hogy túl sok pénz. Benz, miért nem veszünk részt? Tényleg, hát a szerencsék van. Keresünk 1 milliót, veszünk kosárlabdákat, új mezeket és egy új kosárlabda kosarat. Ez a mi nagyon nagy álmunk. Hogy fogunk elkészíteni egy projektet, ha a tudományról semmit sem tudunk, ti hülyék? Ember, ez igaz, még a teszteken sem tudunk csalni. Ti kosárlabdázók vagytok, gondoljatok ki valami kosárlabdával kapcsolatos dolgot. Esetleg menjetek el a könyvtárba és olvassatok valami okos könyvet. Könyvtárba? Oké, srácok, menjünk. Hova? Süket vagy? Azt mondták, hogy menjetek a könyvtárba. Ez a verseny olyan, mint egy verseny, és mi vagyunk a győztesek, és minden versenyt meg kell nyernünk. Mert ha győzni akarsz, akkor nem fogod megkapni! Mert mi annyira királyok vagyunk! És mi fogunk nyerni! Au, 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 au. Limonádé! Finom limonádé! Dylan, hol voltál? Hol? Elmente porrakért. Ah, hol van Bubble? Bubble egy áruló, most láttam az ebédlőben, Camille és Puzzle előtt nyalizik, egy tudományos projektet akar velük csinálni, te tudsz erről? Értem. Dylan, nem hagyhatnánk ki ezt a versenyt. Mi van, ha nem leszünk sikeresek? Csak áruljuk popcornt és limonádét, meg tudjuk csinálni. Goofy, miről beszélsz? Nem akarsz $1 millió? $1 millió? De akarok. Nyerünk 1 milliót, soha többé nem fogunk dolgozni. Egész nap kólát iszunk, pizzát eszünk, és PlayStation-t fogunk majd játszani. Reggeltől estig. Megkérdőjelezhető hangzik, de nagyszerű. Hé, srácok! Kitaláltam egy projektet a versenyre. Ó, hallod ezt, Goofy? Ponka már mindent kitalált, és te meg aggódtál is. A mi projektünk lesz a legjobb. Persze, hogy a legjobb lesz. Elfelejtetted, hogy kik vagyunk mi? Mi vagyunk a legjobbak. Még egyszer. Kik vagyunk mi? Mi vagyunk a legjobbak. Hangosabban! Kik vagyunk mi? Mi vagyunk a legjobbak! Srácok, nem tudnátok halkabban beszélni? Tanórák vannak folyamatban. Aha! Poka, mi a projekt és hogyan nyerhetünk? Hey baby! Jól vagy? Kérsz egy kis limonádét? Én fizetem. Nem Bubble a neved? Nos igen, az vagyok, de hívhatsz csak Babinak.
Lássuk, rajta vagy-e a fekete listán. Oké, bubble, bubble, bubble. Ó, itt is van, egy nagy lúzer és egy haszontalan futár. Micsoda? Még ki írta ezt a hülyeséget? Én vagyok a legmenőbb srác az egyetemen. Tűnj el innen és maradj távol tőlem, mielőtt panaszt teszek Tim tanár úrnál. Bubble. Oké, oké, megyek. Limonádét? Imádom ezt a rajzfilmet, a kedvenc pillanatom jön! Király! Ha? Ki vagy te? Hello, tudósok vagyunk, egy tudományos versenyre jöttünk zsűrizni. Én Márta professzor vagyok, ő pedig a kollégám. Régi professzor. Te vagy az! Olyan vagy, mint egy őrült tudós műsorból léptél volna elő, annyira király! Igen, azok vagyunk. Szedje össze magát. Bocsánat. Nincs időnk hülyeségekre. Hol van itt a tudományos projekt bemutató? Vezessen be minket. Az összes kísérleti lombik a táskádban van, ugye? Kipróbálhatom a szemüvegedet? Léci? Nem, nem teheti. És akkor van nálad lézerfegyver? Piu, 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 piu. Oké, értem, magunkra maradtunk. Ricky professzor. Nagyon vicces. Szóval, kosarasok, mi a helyzet? Készen álltok a projekttel? Mi között hozzá? Megjöttek már a tudósok? Nem. Hú, lányok! Hú, épp időben! A tudósok késnek. Tim tanár úr, ha a tudósok nem jelennek meg 5 percen belül, a versenyt le kell fújni. Nem akarom, hogy ez legyen velük. Ó, itt vannak a tudósok. Hello, mi vagyunk a zsűri, én Márta professzor vagyok, ő pedig... Réki professzor. Készen állunk. Srácok, itt vannak a tudósok, úgyhogy megnyitom a versenyt. Ki áll készen arra, hogy elsőként mutassa be a projektet? Mi? A legjobbak csapata. Én, Dylan és Goofy. És én... Mi, a legjobbak csapata, valami hihetetlen dolgot akarunk megmutatni. Ez egy popcorn gép. Tökéletes popcorn készít, szemtől szemig egy szem sem éget meg. Ez a találmány teljesen felforgatja az elképzelést a finom popcornról. Srácok, úgy tűnik tetszik nekik a találmányunk. Hé, srácok, miért nem szóltatok? Tűnés ide, nem velünk csináltad a projektet. Szállj le rólam, loser. Ígéretesnek hangzik. Megnézhetem a gépet közelről? Hát tessék. Bez, hallottál már olyan gépről, ami tökéletes popcorn csinál? Nem, szerintem hülyeség. Hol van a tökéletes popcornod? Igen, nagyon szeretnénk kipróbálni. Sajnos a gépünk még nincs teljesen kész, hiányzik egy rugó, de ígérem, hogy hamarosan működni fog, és megkóstolhatjátok a tökéletes, legfinomabb popcornt. De ha a géped nem működik, akkor nem tudjuk elfogadni a projektet. Következő! Mi a fenéért kérték, hogy kóstoljuk meg a popcornt? Ez nem volt része a tervünknek. Gyerünk, menjünk! Szóval, vesztesek, nyertetek 1 milliót? Ha én ott lettem volna, biztos nyerünk. Gabi, te tudod, mire készülnek? Nem értem, miért hozták ezt a tükröt. Kedves zsűri, kitaláltunk valamit, ami minden lánynak örömet okoz. Ez egy tükör, ami megmondja, hogy mit vegyél fel. És a sminkedet is. Mi ez, egy beszélő tükör? Igen, ez egy beszélő tükör. Úgy hangzik, mint egy tudományos projekt. Meg akarom nézni, hogy működik. Lányok, megmutatjuk, hogyan működik a tükör. Hadd mutassam meg. Nem, majd én megmutatom. Tükör, tükör, mondd meg, melyik szoknyát vegyem fel, a rózsaszínt, vagy a rózsaszínt? A baloldali szoknya jobb, az rózsaszínűbb. Azta! Valami nem stimmel. Valami nem tetszik nekik. Most már értem. Ez a te beszélő tükröd. Ez valami átverés. Úgy tűnik, hogy az. A csapatodat kizárták. Következő. De zsűri, most már helyrehozzuk. Adjanak nekünk még egy esélyt. Nem, köszönöm. Ennyi elég volt.
csalók. Következő projekt. Lea, rajtunk a sor, hogy meglepjük a tudósokat. Biztos, hogy tetszeni fog nekik a projektünk. Kedves tudósok, ismerjék meg projektünket. Ez csak egy próbababa? Igen, csak egy próbababa, ez pedig a mi projektünk. Egy ruha, amely a hangulatunktól függően változtatja a színét. Nézzék, most éppen fekete színű, mert rossz kedvünk van. De ha megnyerjük ezt a versenyt és kapunk $1,000,000, a hangulatunk azonnal jobb lesz, és a ruhánk pedig ragyogóvá és gyönyörűvé válik, és a színe pedig megváltozik. Én erről álmodtam! Nos? Igen, az ötlet szép, de ennek a ruhának semmi köze egy tudományos projekthez. Ez csak egy ruha kétoldalas gyöngyökkel. Oké, ez nem elfogadható. Következő. Egyszerűen semmit sem értenek a divathoz, tudósok. Gabi, gyerünk! Nem tudom, miért nem tetszett a tudósoknak ez a ruha. Szerintem menő. Tánc, ne aludj, mindjárt indulunk! Már is? Oh. Szóval, kampusz, ha vannak köztetek különösen befolyásolható emberek, megkérlek titeket, hogy hagyjátok el a szobát, vagy csukjátok be a szemeteket. Ez ki fog ütni titeket? Bemutatom nektek az egyetlen és utánozhatatlan robotkosárlabdázó. Sziasztok! Én egy robot kosárlabdázó. Wow! Még életemben nem láttam ilyen robotot. Én sem. Egy robot kosárlabdázó. Simona, tudtad, hogy vannak ilyen tehetséges gyerekek itt? Egy ilyen robotot építeni egy nap alatt. Meg vagyok döbbenve. Bez, 1,000,000 a miénk. Mindenki azt hiszi, hogy egy robot. Bez, nagyon melegen van. Le akarom venni ezt a ruhát. Na, elment az eszed? Nem veheted le a ruhát, különben lebukunk és nem kapjuk meg az $1,000,000. De nagyon melegen van. Légy türelmes. Ez zseniális. Erre én azt mondanám, hogy kiváló. Siess és mutasd meg, mire képes. Igen, mutasd meg, mire képes. Igen. Hé, Bubble, nem tudnál utánozni? Nem. A robotunk sok mindent tud. Például takarítani és házi feladatot csinálni. Na, a legjobb az egészben, hogy kosárlabdázik és táncol is. Hadd mutassam meg, hogy hogyan. Benc, itt nem tudok táncolni. Táncolni fogsz. Bence, elegem van ebből, tényleg melegem van. Csessze meg a projekt, én kiszálltam ebből. Srácok, ez nem robot, ez Doug. Hazugok. Zárjuk ki őket. Festék, ez jó ötlet volt. Ne érj hozzám, lúzer. Gratulálok, Dance, $1,000,000 vesztettünk Doug miatt. Elég volt. Elegem van. Ez a verseny csupa csaló, egyetlen tudományos projekt sincs. Be kell jelentenünk a tudományos verseny végét. Sajnálatos módon senki sem nyert. Kedves zsűri, várjanak, talán nem is olyan rossz a helyzet, mint ahogy gondolják. Talán megtetszett valaki és meggondolja magát. A srácok nagyon keményen dolgoztak. Kemil, a tudósok még itt vannak. Kedves zsűri, egy nagyon király projektet készítettünk, biztosan tetszeni fog maguknak. Egy igazi űrrakéta modelljét készítettük el. Igen, és ha megnyerjük a versenyt, akkor az $1,000,000, amit keresünk, egy igazi rakétára költjük, hogy felfedezzük a nagy űrt. Rendben, lássuk a projektet. Nagyon remélem, hogy ebből nem egy újabb kudarc lesz. Igen, mindjárt jövök. Készüljetek, mindjárt felszállunk. Kemil, gyerünk. 1, 2, 3. Repül. Riki professzor, jól van? Utat, lányok, utat! Utat kérek. Óvatosan. A fejem... Micsoda szégyen! Meg akartatok lepni minket a terveitekkel? Megcsináltátok! Nézzétek, mit csináltatok! Soha többé nem tesszük be a lábunkat a kampuszotokra! Vigyétek el! Professzor...
Igen, srácok, ez egy igazi szégyen. Holnap lesz egy tesztünk. Remélem a tudós jobban lesz. Srácok, írjátok meg a kommentekben, hogy kinek a projektje tetszett a legjobban. Lájkoljátok, iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt, és várjátok az új részeket. Sziasztok! Tak, mosd le a sminked, és irány gyakorolni. Say no!